Sokan azt hitték, csak blöff, és végül kihátrál a kormány a CEU elüldözéséből, de úgy tűnik a Soros ellenes kampány fontosabb volt az egyetem Magyarországon tartásánál. Több száz diákot, rengeteg tanárt és családjaikat érinti, hogy az amerikai képzés Bécsbe költözik. Kinek és mire volt ez jó? Van-e nyertese az egész CEU ügynek? Ma bejelentjük, hogy minden amerikai akkreditációjú programunkat Bécsben indítjuk el jövő évben. We've been playing this game for a long time. Túl régóta játsszuk ezt a játékot. Én a magyar kormánnyal nem játszmázom tovább. I don't play games with the Hungarian government. I never have, I never will. Másfél éves macskaegérjáték végére került pont hétfőn, amikor a CEU bejelentette, hogy mivel a kormány nem írta alá a megállapodást, ezért elköltöznek. Bár a CEU ezzel pontot akart tenni az ügy végére, a kommunikációs hajsza folytatódik. Most épp azzal, hogy a kormány szerint úgy megy a CEU, hogy marad. Az ATV el tud-e költözni Vietnámból? Nincs ott ATV, ezért nem tud elköltözni. A New York-i CEU sosem volt Budapesten, ezért nem tud Budapestre elköltözni. Tehát logikai képtelenség. Egy egyetemet nem lehet egyik napról a másikra dobozokba pakolni és elvinni. A Soros Egyetem mai nyilatkozatával kapcsolatban szeretnénk leszögezni, hogy mindenki számára nyilvánvaló az, hogy a Soros Egyetem úgy megy, hogy marad. Ez egy hosszú folyamat lesz. Én azt gondolom, hogy 4-5 évig is eltarthat maga a költözés folyamata. Hát akkor 4-5 évig, ha akarnak, akkor a kampányba ide állnak a kapuba, és azt mondják, hogy hát kibe lehet jönni, itt kibe jönnek a diákok. Igen, ezt megpróbálhatják, és nyilván ez a politikai bluff szlogen, amit az utóbbi, azt hiszem, 3 hétben használnak, az erre alapul, hogy tudják, hogy nem lehet fizikailag egyik napról a másikra elmenni. Nem egyszerű megérteni az egyetem helyzetét. A laikusok könnyen elvesznek abban, hogy összekeverik a magyar akkreditációjú, vagyis a többi magyar egyetemhez hasonlóan működő közép-európai egyetemet, ez az, ami tényleg marad, és az amerikai akkreditációjú, vagyis az amerikai egyetemekkel megegyező működő CEU-t. A kormány az elmúlt másfél évben ezt használta ki. Nem elvárható ugyanis, hogy mindenki ismerje a régi és az új felsőoktatási törvény passzusait pontosan, mint ahogy azt sem, hogy az amerikai szabályozással tisztában legyenek. De akkor próbáljunk meg egy kis rendet rakni ebben. A CEU-t 1991-ben alapította Budapesten Soros György. Alapítása pillanatában úgy építették föl, hogy amerikai módszerten alapján tanítson Közép-Európában. Vagyis a képzéseit az amerikai hatóságok elismerik, akkreditálják, de fizikailag Amerikában nem tanítanak. Ez a világon elterjedt és népszerű képzési forma. 40 egyetem működik így világszerte. A legelsőt, a kairóit még az 1800-as években alapították. 2004-ig nem is volt más képzése a CEU-nak. Magyar képzéseket csak ezután indítottak. Ekkor hozták létre a Közép-Európai Egyetemet, amely magyar diplomát ad. 26 évig egyetlen egy kormánynak sem volt problémája a CEU működésével. A Fidesz vezette kormányoknak sem. Olyannyira nem, hogy több politikusuk, például Kovács Zoltán is itt szerezte a doktoriát. Egy virtuálisan létező egyetem. Ez nem egy virtuális egyetem, hát ön sem egy virtuális egyetemen végzett. 2017 tavaszán aztán módosították az oktatási törvényt. Ez szerint csak azok az egyetemek adhatnak ki egy másik országban diplomát, amelyek az anyaországban is folytatnak oktatási tevékenységet. De hangsúlyozták, ez nem a CEU ellen szól. Ugyanakkor az egyetlen egyetem volt Magyarországon, ahogy már mondtam, amely amerikai székhely nélkül működött. Képzeljük el, hogy van egy osztályban mondjuk 11 gyerek, ebből 10 barna hajú és egy vörös hajú. És olyan a rendszer, hogy nem számít, hogy kinek milyen színű a haja, és bevezetnek egy törvényt, hogy ezen túl csak a barna hajú gyerekek kaphatnak, nem tudom, érettségit abban az osztályban. És akkor aztán ránéznek a vörös hajú gyerekre, hogy mi történt? A többieknek sikerült, neked nem? Te nem igyekeztél eléggé? A kormány igyekezett szakmai köntösbe bújtatni a CEU vegzálását, de tavaly nyáron Lázár János maga mondta ki, hogy politikai problémájuk van.
Itt mi békésen megvoltunk egymás mellett, CEU, Fidesz kormány az elmúlt években. A változás ebben a kapcsolatban akkor állt be, amikor Soros György egy programot hirdetett. A végső kérdésre, hogy mire volt jó és kinek a CEU elüldözése, ez az egyik válasz. Hogy egyszerűen eszköz volt az egyetem a Soros elleni kampányban. Egy leszámolás Soros György egyik legfontosabb és számára legértékesebb létesítményével. A Közép-Európai Egyetem az mindig is nagyon fontos szerepet töltött be Soros György számára. A másik, és lehet, hogy ez még talán fontosabb is, az annak az üzenete, hogy mert megtehette. A tavalyi törvénymódosítás óta a CEU mindent megtett, hogy az új törvényeknek is megfeleljen. Kötött a Bard College-gyal egy megállapodást, és most már Amerikában is folytatnak felsőoktatási tevékenységet. A kormány médiában ez az egy fotó jelent meg a Bardról és a CEU ottani székhelyéről. Ezzel akarták igazolni, hogy Amerikában nincs tényleges oktatás. Ezeket a felvételeket azonban, amelyek a Bard kampuszát mutatják be, nem mutatták meg. Pedig a CEU az itt látható épületek bármelyikét használhatja és használja is. Ez a felsőoktatási programok egyike, ami szerepel a New York State Education Departmentnek a regiszterében. És úgy gondoltuk, hogy akkor ezzel meg vagyunk. Enyedi Zsolt az amerikai hatóságok által kiadott akkreditációt mutatja. Bárki számára, a magyar kormány képviselői vagy az oktatási hivatal munkatársai számára is elérhető ez a felület, ahol feketén-fehéren ott áll, hogy a CEU Amerikában is törvényesen oktat. Ennek ellenére a kormány azt kommunikálja, hogy a CEU az egyetlen egyetem, amely képtelen betartani a magyar törvényeket. Ez több, mint szemenszedett hazugság, tehát tényleg ez egy aljas állítás. Kezdjük azzal, hogy ez a nem tudják betartani, vagy nem sikerült nekik betartani, még másoknak sikerült betartani, ez azért abszurd, mert maga a törvény másokra nem rótt semmit. Miután a CEU teljesítette a törvényt, és Amerikában is elindította a képzését, egyetlen egy dolog hiányzott ahhoz, hogy Magyarországon maradjon. Ez pedig a törvény által előírt államközi megállapodás. Bár ez tavaly ősz óta elő volt készítve, a magyar kormány időhúzásra játszott. Nagyon reméljük, hogy sikeresen aláírással tudjuk majd lezárni ezt a tárgyalási folyamatot. Valamiféle nyilatkozat aláírására sor kerül. Nincs a két támfozott egyezmény. Ott van az asztalon, arra várnak, hogy aláírja a magyar kormány. Mit? Azt az oktatási megállapodást, amelynek alapján a CEU folytathatja a működést a magyar törvényeknek megfelelően. Most komolyan, tehát milyen hát azért ezt ugye nem beszélni? Nekem kell önnek elmagyarázni. Hát azt tetszett, hogy van ilyen megállapodás, hol? Hát nincsen, mert nem írták alá. Ezt az időhúzást elégelte meg a CEU vezetése. Nem csak azért, mert elfáradtak, mert oktatás helyett politikával kellett foglalkozniuk, de azért is, mert a bizonytalan jogi helyzet miatt épp a jól fizető külföldi diákok nem mertek a budapesti egyetemre jelentkezni. Ezért Soros György személyesen konzultált Kurz osztrák kancellárral a Bécsbe költözésről. Az osztrákok pedig tárt karokkal várják a CEU-t. Nagyon boldogok és szerencsések vagyunk az egyetem döntésével, hogy Bécset választott a kampuszának helyszínéül. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok érv szól Bécs mellett. Ezt Gerhard Krici, a CEU költözését bonyolító kereskedelmi iroda vezetője nyilatkozta a Euronews-nak. Már az egyetemi kampusz is megvan. Az Otto Wagner tervezte volt kórházba költöznek. Jövő szeptemberben új diákot már csak ide vesznek fel. De aki Budapesten kezdte az egyetemet, az itt is fejezheti be. Persze ez azt is jelenti, hogy sok tanárnak és családjaiknak majd ingázniuk kell, bár Hoffmann Rózsa szerint nincs a világ végén Bécs. Meg kell kérdezni azoktól a diákoktól és tanároktól, akiknek kisgyermekük van, és itt óvodába járnak, vagy iskolába, akiknek idősüleik vannak, és a házastársuk itt dolgozik, és itt tovább. Tehát könnyen beszél az, akinek nem kell ezt az utat megtennie. Azért választottam a CEU-t, mert ez egy ideális alternatíva volt arra, hogy úgy járhassak egy nemzetközi színvonalú képzésre, hogy közben nem kell elhagynom Magyarországot, mert nekem van itt munkám, családom, barátaim. Azért választottam a CEU-t, mert remek a nemzetközi elismertsége. Kanadaiként nagyon szerettem volna a világnak ezen a felén tanulni, és Budapest a kedvenc városom Európában. Én szeretek itt Magyarországon élni és Magyarországnak adni.
De most őszintén elgondolkoztam, hogy meddig. Már próbáltuk megtalálni a lehetséges választ arra, hogy ez kinek és miért volt jó. Még tavaly Rétvári Bence beszélt arról, hogy igazságtalan versenyelőnyhöz jutott a CEU. Ez a magyar egyetemekkel szemben, hasonló magyar MBA képzésekkel abszolút nem fair, abszolút versenyhátrányba hozza őket. Hát azok az egyetemek is állítsanak össze olyan tanprogramot, hívjanak meg olyan tanárokat, akik alapján ez lehetséges. Most komolyan az a probléma, hogy versenyképes egy egyetem? Nem, hanem hogy unfair módon van versenyelőnye. Őszintén akkor még nem értettem, hogy kinek és miért fáj, ha van Magyarországon egy világon mindenhol elismert egyetem, amely nemzetközi szinten is értékelhető diplomát ad. A Corvinus Egyetem nemrég bejelentett átalakítása viszont sok mindenre választ ad, hiszen épp magánegyetemmé alakítják, ráadásul nagyon hasonló képzéseket nyújtó egyetemmé. Így nekik például már nem kell megküzdeniük a hallgatókért a CEU-val, versenytárs nélkül indíthatják el a képzéseiket. Természetesen erre a kérdésre és sok egyébre is szerettem volna a kormány képviselőjétől választ kapni. Írtam is az oktatási államtitkárságnak, de interjú helyett a már idézett kormány szóvivői 15 másodperces videóüzenetet küldték el. Ez az egész ügy nem más, mint egy sorosféle politikai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni. Újraírtam a minisztériumnak jelezve, hogy én kérdéseket szeretnék feltenni, ezért biztosítsanak nyilatkozót. Erre azonban már válasz sem érkezett. Várkonyi Gyula kollégámnak egy rövid reagálásra sikerült elkapni a Gulyás Gergelyt, de érdemi válaszokat ő sem adott. A CEU távozását miként értékeli a kormány? Ez valamiféle győzelem? Tudomásul veszünk. Tehát nem gondolják azt, hogy esetleg ezt megakadályozhatták volna, hogy ez a komoly képzésnyújtó intézmény Budapesten maradhasson? Tudomásul veszünk a CEU döntését, tudomásul veszünk azt, hogy a Közép-Európai Egyetem itt marad, az együttműködés lehetősége adott. Tehát semmiképpen nem változtatnak most már ezen a politikán. Nem mi döntöttünk. Hogy ki döntötte el a CEU sorsát, arra azért ad némi magyarázatot Balogh Zoltán tavalyi nyilatkozata. Ebben a formában nem szeretnénk, hogyha a Central European University tovább működne. Szerintem ki kell mondani, nem kell újkálni, meg nem kell kertelni. Hogy a jövőben hogy alakul az egyetem sorsa, teljesen bizonytalan. Folyamatban van az Európai Bíróság eljárása. A Magyar Alkotmánybíróságnak is foglalkoznia kell a kérdéssel. Perek sora jöhet, vagyis elképzelhető, hogy Bécs mellett egyszer majd a távoli jövőben újra Budapesten is lesz amerikai képzés is. Ehhez azonban a CEU erős garanciákat várna el a magyar kormánytól. Addig viszont csak a veszteség látszik. Nekik is meg lesz a hosszabb távú következménye, az innovativitásra épülő szektorok, azok leépülhetnek ennek a hatására. A CEU távozásának rengeteg járulékos vesztesége is van. Itt van például mögöttem a CEU könyvtára, amely Magyarország legjobb társadalomtudományi könyvtára, amely bárki számára ingyen látogatható. Hosszú távon valószínűleg ők sem maradhatnak Budapesten. És akkor még nem beszéltünk a milliárdos adóbevételekről, és például a környékre települt éttermekről, kiszolgálóhelyekről, melyek kifejezetten az egyetemistákra specializálódtak. A veszteségek mind-mind milliárdban mérhetők. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.